magyar nyelvben néhány, nem olyan sok, nem tudom mennyi lehet, néhány, 8-10 gyök van, ami szétágazik. Mivel ragozó és képző nyelv, nem kell, tehát azt mondom, hogy fog. Fog, ez, ez, a műanyag, ami itt van a számban, egyrészt, másrészt fog, hogy valami megfog. Tehát itt nem kell nekünk, hogy elfog, fölfog, megfog, aztán fogadalom, fogadás, és így tovább. Nem kell ez mind külön szót csinálnunk, mind összefügg. Még az elvont fogalom, a fogalom maga, ami teljesen megfoghatatlan, mert elvont, még az is ebből ö, származott. A foggal kapcsolatban le tudnék írni, már le is írtam persze a könyveimbe, le tudnék írni több tucat, de akár még száz olyan szót is, amely a foggal kezdődik, de más jelent. N. Erbersberg, bécsi tudós, mondta, olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha a nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság. Amikor a magyar nyelvet kutatta, akkor ezt csak Kárpát-medencében vizsgálta, vagy talált a föld más pontjain is nyomokat, ami a magyar nyelvre utalt valamilyen módon. A finneket a Kalevala tartotta meg. A finneknek sose volt királyuk. Azonban a Kalevala, amit aztán végül Lönnrót összeállított 1830-as évek táján, az tartott meg egy egész népet. Tulajdonképpen egy vers. A magyar nyelv messze áll magában. Egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idő viharai karszolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő kalendárium nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem trafikál, nem ad és nem vesz senkitől. Ez a nyelv a szellemi függetlenségnek legrégibb, legdicsőbb emléke. Szeretem a finnéket, szeretem a finn sokat fordítottam belőle, de a finnugor elmélettel egy nagy baj van, hogy kérem, az egy egyirányú utca. Nincs tovább. És a finnugristák úgy veszik, hogy akinek más a véleménye, azt tud fejbe várni. Azt nem hangoztatja. A magyar nyelv sokkal szélesebb körű, nem lehet egy helyre lekötni. Teller Ede atomfizikus halára előtt pár évvel ezt mondta Pakson. Új jeles felfedezése, mi szerint egy nyelv van, és az a magyar. A későbbiekben látni fogjuk, ez korán sem üres udvaroskodás, Tellere de sohasem beszélt a levegőbe, hanem utána nézhetett, hogy mely nyelvből merítve váltak kultúrnyelvé a mai nagy nyelvek, vagyis hogy melyik a mai műveltséget megteremtő kérlelő ősnyelv. Kiderült aztán, hogy a Japánnal is foglalkozni kell. Tehát sok minden közben kiderült, hogy ez nem egyszerű kérdés. Tehát a, nem egy oldalú a rokonság. Tehát nem egy rokonban, hanem sok. Most már ugye 50 évnyi kutakodás után látom, hogy szinte alig van olyan nép, ami nem lenne valamilyen módon rokonunk. Ez valóban így van. Hogy a legérdekesebbet mondjam, ott van az, itt az asztalon egy könyv, Kecsua. A Kecsua nyelv az az inkák ősi nyelve. Ragozó nyelv. Nagyon izgalmas egy Egyrészt, másrészt például, hogy itt érdemes kutakodni, mutatja az is, nem csak én, már többen is foglalkoztak ezzel a dologgal, hogy a teljes kecsú a kincs az ötfokú pentatom. Az is érdekes, ugye? Itt van, én elkezdtem csinálni egy kecsú a magyar szótárt. Hát magyar kecsúárt pontosabban így. Akkor most mondom néhány szót az érdekesség kedvéért, bár nem ez a lényeg, ez is nagyon fontos. Kérem szépen, azt mondja, hogy tehát a kecsúát mondom előre. Kérem szépen, mama, ez anyát jelent. Nana, nőtestvér, nővér, aztán. Apuski, ez a nagyapa, nagyszülő, nagyapa. Tajta, ez a tata. Ez a tata, ez megvan a Japántól kezdve egész Európán át, a magyarban. Öreg tata, vén tata, tatus, ugye, de még a spanyolban, törökben is megvan. Kérem szépen. Aztán a apuha, ez tulajdonos főnök a családon belül, értendő. Apus ki, ős előd, apu, mint, mint tekinté, mint fölöttünk lévő. Olyan, mintha a magyar nyelv egy egységes nagy dolog lett és szétrobbant. És a szóval mindenféle beleállt a nyelvekbe. Grover Eskránc amerikai kutató mondta. A magyar nyelv ősisége meglepő, úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv megelőzte az új kőkor kezdetét. Az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi. Szerintem a magyar nyelv nem más, mint az agy kivetíti a saját működését. Tehát amennyiben ez így van, mert ez feltételezés, amennyiben ez így van, úgy akkor mi ezen a módon visszatudunk beszélni az agynak, és meg tudjuk növelni az agy képességét, vagyis az íkunkat tudjuk növelni. Ove Berglund, svéd orvos és műfordító mondta. Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke. De, de, magán magántanítványaitól megkövetelte a magyar nyelv tudását. És telleredde azt mondta, hogy neki ehhez a tudáshoz, ha nem magyar anyanyelvű, akkor három fehérre lett volna fehér szükség. Grimm Jakab meseíró mondta, aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is. A magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. Minden magyar ugyanis a kettes számrendszer szerint gondolkodik, akár tudja, akár nem. Ennek egyszerű példája, hogy a, aki egyszemű, azt a magyar azt mondja, hogy félszemű. Ugye fél térdre térdelek. Tehát a félnek komoly jelentése van, és így a kettes számrendszerben a fél, az egy és az egy és a kettő aránya azonos. Tehát nagyon sok olyan szót használunk, legalább százat, ami egyel kezdődik, és legkevesebb kettőt jelent. Együtt voltak. Hányan lehettek legkevesebb? Kettő. Ketten, igen. Együttes, egyensúly, egyenlet. Nem akarom sorozni. Tehát egyel kezdődik, és legkevesebb kettőt jelent ez egy nagyon érdekes belső nyelvi rendről tudósít. A szavak maguk bizonyítják, hogy a magyar nyelvben ősi tudás van. Ez az ősi tudás többféle. Csillagászati, térbeli és időbeli. László Gyulának mondtam, a nyelv az, amelynek segítségével a legmesszebbre elláthatunk a múltba. Sir John Browning, neves angol nyelvész és államférfi. A magyar nyelv távoli és magányos. Pontos megértéséhez más nyelvek tanulmányozása rendkívül kevés haszonnal jár. Lényegében saját öntőformájából került ki. Kialakulása, felépítése, bízvást oly korszakokra tehető, amikor a mai európai nyelvek többsége vagy nem is létezett, vagy nem hatott a magyar lakta térségre. A magyar nyelv messze áll magában, egyetlen darabból álló terméskő, melyen az idő viharai karcolást sem ejtettek. Nem az idők változásától függő kalendárium. Nem szorul senkire, nem kölcsönöz, nem trafikál, nem ad és nem vesz senkitől. Ez a nyelv a szellemi függetlenségnek legrégibb, legdicsőbb emléke. A magyar nyelv eredetisége csodálatos tünemény. Aki ezt megfejti, az az isteni titkot fogja boncolgatni. Valójában annak is az első tételét. Kezdetben vala az ige, és az ige az Istennél vala, és az Isten vala az ige.